Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a Moszkva tér, a mikrofonnál Király Tamás, a stúdióban pedig Stier Gábor, a moszkvatér.com főszerkesztője, és Kosztur András, a Moszkva tér állandó szerzője, a 21. század intézet vezető kutatója. Szervusztok, köszönjük, hogy velünk tartotok. Szervusz, üdvözöljük a hallgatókat, jó napot kívánni. A kiinduló hírünk Macron, Emmanuel Macron francia elnök múlt heti kijelentése. Beszéltünk több műsorban az Ultrahangon erről, viszont veletek nem, illetve talán azért a Macron kijelentésből számos olyan igazságra lehet eljutni, amit fontos a hallgatók figyelmébe ajánlani. Ugye Emmanuel Macron Kínába látogatott húsvét vasárnap, ezt követően pedig hazafelé a repülőn adott egy interjút a Politikónak, és több fontos állításokat is tett. Ilyen volt például, hogy Európa számára az a nagy kockázat, hogy belebonyolódik olyan válságokba, amelyek nem a miénk, és ezzel megakadályozzák abban, hogy kiépítse stratégiai autonómiáját, azaz deklarálta, hogy Tajvan nem európai probléma, illetve aztán beszélt arról is, hogy Európa-Amerika vazallusa lett, és számtalan más állítás is elhangzott. Azért is érdekes megfigyelni a Macron nyilatkozatot, mert előtte pár héttel Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel is találkozott, erre is már sokan felkapták a fejüket, és most sokan azt találgatják, hogy mi történt vajon, Macron megbolondult Kínában, vagy így befolyás alá került, vagy valójában ez a macroni álláspont, illetve még azt is mondják egyesek, hogy valójában itt a belpolitikai problémákról, ugye a tüntetésekről tereli el a figyelmet, és ezért próbál most olyan nyilatkozatokat tenni, ami akár a hazai nemzeti érzelműeknek szimpatikusabb lehet. Ti hogy látjátok ezt a kérdést? Mindenből van ebben valami kis igazság, mondjuk kivéve az, hogy megbolondult volna. Tehát én úgy gondolom, hogy elcsodálkozom magamon is, tehát 5 éve ilyeneket nem mondtam volna Macronról, amit most fogok, és egy ideje mondok. Ebben a nyugat-európai politikai mezőnyben Macron messze kimagaslik ebből a mezőnyből. Tehát ő aki a földön jár, aki reálpolitikus, aki a leginkább még látja a reális folyamatokat, és ebbe a sorba illik bele a kínai látogatás is, ebbe a sorba illik bele az, hogy nem akarja engedni, hogy az európai-kínai kapcsolatok teljesen gajra menjenek, amerikai érdekből. Ebbe a sorba illik bele az, hogy az utolsó pillanatig megpróbálta is, még azután is, a háború kirobbanása után is fönntartani a párbeszédet Vlagyimir Putyinnal. Aztán történt egy kis baki, az egyik beszélgetésnél rossz tanácsadói voltak, azóta nem beszéltek, tehát újságírókat ültetett maga mellé. Anélkül, hogy tudott volna a másik oldal, hogy ott közben mások is hallgatják. Tehát azért is érdemes elmondani, hogy ne idealizáljuk Macront, ugyanakkor tényleg ebből a mezőnyből a legreálisabb politikus. És azért érdekes dolog ez, mert ő egy globalista politikusból jutott el idáig, de nem is kellett nagyon-nagyon eljutnia, mert itt még egy nagyon fontos szempontot látok, a de Gaulle-i hagyományokat, magyarán francia hagyományokat, azokat a francia hagyományokat, amelyek arra predesztinálják, hogy azért az Egyesült Államoknak is nyugodtan beszóljon, tehát a francia szuverenitást védje, az európai szuverenitás védje, és még egy dolgot említenék, akkor, amikor súlyos belpolitikai problémák vannak, tüntetések vannak, Franciaországban mindig vannak tüntetések majdnem, akkor, amikor a francia gazdaság olyan állapotban van, amilyen állapotban van, akkor, amikor Macron pártja azért, hát hogy mondjam, nehézségekkel kormányoz a legutóbbi választások óta, akkor igenis egy politikus megpróbál valamiből sikert kovácsolni, tehát itt a külpolitikára áthelyezni a súlyokat, hangsúlyokat. Ez egy ideje egyébként megy már Macronnál. És még egy dolgot hozzátennék, hogy akkor, amikor a legnagyobb vetétás az Európa vezető szerepéért, tehát Németország olyan állapotban van, amilyen, tehát elsősorban belpolitikai okok miatt képtelen ellenállni az Egyesült Államoknak, képtelen megőrizni a versenyképességét, akkor egy francia politikus érthető módon megpróbálja ezt a helyzetet kihasználni, és Franciaországot
helyzetbe hozni. És akkor utolsóként még az, hogy azt említeném, hogy Macronnak ez az utolsó elnöki ciklusa, tehát ő, én már azt látom, hogy történelmet akar írni, tehát valami nyomot akar hagyni maga után. Egyébként meg a szívemből szól, tehát akkor, amikor arról beszél, hogy Európa stratégiai autonómiája, de azért itt is hozzá kell tenni, hogy 5 éve beszél erről, és azért egy lépés sem történt e felé, de javára írjuk azt, hogy ő legalább ezt fölvetette, ezt kimondta, meg kimondta azt is, hogy milyen dolog a szövetségesek részéről, hogy 4-szeres áron adják az LNG-t, meg stb. Tehát Macron se idealizáljuk, mert egyrészt a mozgástere akkora, mekkora Franciaországnak a jelenlegi állapotában, de legalább fölvett dolgokat, legalább kimond dolgokat, hogy milyen irányba kellene menni Franciaországnak, illetve Európának. Igen, tehát valóban Macron gyakorlatilag már hatalomra kerülése óta beszélt arról, hogy Európának valamiféle stratégia autonómiára kell törekednie, hogy tényleg a geopolitikai színpadon is mondjuk úgy, hogy meg kellene jelennie Európának, mint Európának, tehát nem csak az egyes országnak, hanem az Európai Uniónak, mint valamiféle egységnek, és más kérdés, hogy igazán Gábornak abban, hogy azért ebben az elmúlt 5 évben, tehát időszakban ebbe az irányba nem történtek igazán lépések, sőt, talán, tehát ugye most egy olyan időszakban beszélt a stratégia autonómia fontosságáról, amikor ez a stratégia autonómia talán távolabb van, mint valaha. Tehát annak ellenére, hogy Franciaország volt mindig az az ország a II. Világháború utáni időszakban, amelyik ugye Európa nyugati felén az amerikai hegemónia törekvésekkel szemben valamennyire önálló álláspontot foglalt el, és amelyik az európai nagyhatalmi tradíciókra alapozva megpróbált önálló hatalomként a saját érdekei mentén viselkedni, azért látható, hogy ez folyamatosan elolvadt, és ez a tendencia igazából minden szép kijelentés ellenére Macron alatt sem feltétlenül fordult meg. És hogyha még nem is csak az amerikai viszonyt vesszük, hanem mondjuk Afrikát, akkor ott is gyengülnek például Franciaországnak a pozíciói Oroszországgal szemben, és az is látható, hogy hát a Minszki folyamat bukása az hivatalosan egy francia-német törekvésnek a bukása. Tehát annak most mondhat ugye Merkel meg Hollande bármit, hogy ez így volt kitalálva, hogy csak felkészülési időt nyertek Ukrajnának, attól függetlenül, hogy 8 éven keresztül zajlottak a tárgyalások egy olyan keretrendszerben, aminek elvileg Franciaország és Németország lett volna valamilyen módon a garantálója. Más kérdés, hogy Franciaország meg Németország lett volna a garantálója már 2014-ben a Majdan idején, amikor ugye a Ukrajnában bekövetkezett a fordulat annak is, hogy ott egy békés és rendezett átmenet történik meg, és nem az a káosz, amiben végül fulladt az egész. Ugye, hogy utána milyen események következtek, azok már jól ismertek, és ezek az úgymond önállósági törekvései az európai politikának, ezek azért az elmúlt 10 évben megbuktak, és ugye Macron ezen nem tudott javítani, hiszen a Minszki folyamat is elbukott, és mondom, hogy mondhatjuk persze utólag azt, hogy ez mindenki lett találva, és hogy minden a terv szerint halad, de azért ezzel kapcsolatban lehetnek kételjeink, tehát nyilván valószínűleg a békés rendezés, ha megvalósítható lett volna, az inkább lett volna az európai országoknak az érdeke, az elmúlt években is azért Franciaország is, és Németország is, és sok más európai ország is nagyon sokat veszített azon, hogy az Oroszországgal való kapcsolatok megromlottak, és nyilván ilyen szempontból most egy utólagos magyarázkodásnak tűnik ez, annak ellenére, hogy természetesen ezeknek a magyarázkodásoknak is van olyan értelemben igazi oldala, hogy valahol máshogy valóban úgy gondolhatták, ahogy most például a francia meg a német egykori vezetők beszélnek ezekről az eseményekről. Azon gondolkodtam közben, hogy vajon a macroni elképzelés az a Franciaország first elv, vagy az Európa first elv? Hát egy normális politikus mindig az országa érdekeiből indul ki. De most én kicsit másképp válaszolok, tehát Németország is csak akkor nagy, erős,
hogyha Európa erős. Tehát ő ezzel az erejét kiterjeszti, azért ez egy Adenauer-i gondolat, tehát az, hogy Németország önmagában azért nem akkora erőt képvisel, hogy amekkorát szeretne, tehát ő erre használja az európai erőt is, tehát Európa vezető hatalmaként tud igazán nagy lenni. Ugyanezt elmondhatjuk Franciaországról is, Franciaország ugyanezt próbálja meg. Egy kicsit rosszabb helyzetből, mert a német gazdaság jobb állapotban volt, meg még van is, mint a francia gazdaság, tehát magyarán az ereje nagyobb. Tehát semmi új a nap alatt, tehát Franciaország, hogyha nagy akar lenni, akkor valahogy ki kell terjeszteni a hatalmát, tehát ő is erre adódik az, hogy Európán keresztül próbál. Tehát Európa vezető hatalma legyen, és az Európa nagysága ereje az ő erejét is növeli. Itt most még belejöhet a volt gyarmatbirodalom, de most azt maradjunk Európánál. Tehát lényegében francia érdek az is, hogy erős Európa élén Franciaország álljon, természetesen Németország a szövetségben, mert akármennyire mindegyik a verseny, ez mindkét nagy ország versenyez ezért a szerepét, mindegyik szeretné, hogyha ő lenne a mozdony, és utána a második kocsi lenne a másik ország. Érdekes egyébként megfigyelni a reakciókat Macron kijelentésére, és én most Norbert Röttgen, CDU-s parlamenti képviselőt, volt környezetvédelmi minisztert fogom idézni, aki a Bundestag külügyi bizottságának volt elnöke, és azért őt, mert ugye azt mondhatnák, hogy jó, hát Németországban, ha a szociáldemokraták vagy a zöldek mondanak valamit, azt megszoktuk, de hogy itt most mégiscsak egy jobboldali képviselőről beszélünk, aki azt mondja, hogy Macron kínai útját szimelletti PR műveletté tette, és európai külpolitikai katasztrófává. Az európai szuverenitás gondolatával, melyet az USA-tól való távolság, nem pedig a vele való partnerség által definiál, egyre inkább elszigeteli magát Európában, és aggódott az atomhatalom Franciaország elszigetelődése miatt. És úgy folytatja, hogy Macron szerint Kína és Tajvan nekünk európaiaknak nem probléma, úgy gondolja, ha Macron tényleg így hiszi, az nem csak naív, de mindenekelőtt veszélyes, mert egy Tajvan elleni támadás annál valószínűbb lesz, minél inkább gondolja Xi Jinping, hogy Európa egy ilyen konfliktusban semleges lesz. Röttgen ugyanakkor leszögezi, nem vagyunk semlegesek. Látom, hogy Gábor már nagyon rázza a fejét, úgyhogy nem is olvasom tovább, pedig még lehetne fokozni. Nem ismerem ezt a nyilatkozatot, hát tökéletesen kifejezi Németország jelenlegi állapotát. Tehát a fölvezetőthöz annyit tennék hozzá, hogy teljesen mindegy lassan már, hogy a német politikai paletta melyik oldaláról nyilatkozik valaki. Tehát ez szánalmas. Még az egy mondat, senki nem tesz többet Ukrajnáért, mint az Egyesült Államok, pedig európai békerendszerünk az, amely Putyin támadása alatt áll, és a macroni politika Európát geopolitikai zsákutcába vezeti, azok nem szuverenitást, hanem elszigetelődést fognak eredményezni. Ugye csak azt a kérdést kell feltenni egyébként, hogy tehát, ha ma az Egyesült Államok segíti Ukrajnát, a leginkább, és ez szerint a német politikus szerint ugye Európának lenne az a dolga, hogy legjobban segítse Ukrajnát, akkor tulajdonképpen kivezette geopolitikai zsákutcába ilyen szempontból Európát. Tehát nem azok, akik Európát az elmúlt évtizedekben vezették, és akik gyakorlatilag függővé tették az Egyesült Államoktól, főleg védelmi politikailag, mert hogyha megnézzük, akkor itt igazából tehát nagyjából két politikus van Európában, aki európai hadseregről beszél, az Emmanuel Macron meg Orbán Viktor általában, rajtuk kívül senki, tehát többiek teljes mértékben ugyanúgy, ahogy egyébként Ukrajna, ugyanúgy az Egyesült Államok jó indulatára és védelmére bízták az európai biztonságot. Viszont tehát bízták, láthatjuk, vagy hogy így alakult, mert hiába, ez egy nagyon érdekes. Látjuk, hogy hiába akart például, vagy bejelentései szerint Németország úgymond segíteni Ukrajnának, nem tud, mert nincs mivel, mert azok a védelmi miniszterek, akik közül az egyik egyébként volt védelmi miniszter, ugye szintén ott volt most jelenleg Macronnal Kínában, ők fene se tudja, hogy mit csinál.
csináltak akkor, amikor hatalmon voltak, és hogy mindegyik kénytelen magyarázkodni a másik után, hogy miért van, még mindig borzalmas állapotban a német hadsereg, miért van az, hogy nincsenek olyan működő technikai egységek, amelyeket el tudnának jutatni például Ukrajnának, annak ellenére, hogy szavakban legalábbis szeretnék ezt a segítséget véghez vinni. Tehát, hogyha ilyen szempontból nézzük, akkor sem tűnik túlzottan sikeresnek az a politika, amit az elmúlt évtizedekben folytattak. A másik kérdés az, hogy szintén jogos felvetés az, hogy mennyire érdekünk az, hogy mondjuk egy szomszédunkban zajló háborútnak a folytatását próbáljuk minél inkább elősegíteni, és nem-e valóban arra kéne törni, hogy ez a konfliktus minél hamarabb lezáródjon. Itt már persze nyilván figyelembe kell venni azt, hogy mi Európának és mi az európai országoknak az érdeke, nyilván azt is figyelembe kell venni, hogy mit diktál a nemzetközi jog, de nyilván tárgyalásos út lenne a legoptimálisabb Európa számára és a konfliktus lezárásába, és akkor itt vissza tudunk kanyarodni arra, hogy hogyan bukott el ez a tárgyalásos rendezési folyamat, éppen a német-francia gyámkodás alatt, ami próbált valamelyest azért az amerikai vonalak mentén haladni, és ilyen szempontból nem, tehát, és ilyen szempontból azt is láthatjuk, hogy nyilván most Macron a bizonyos kijelentései miatt vádolják, de hogy az előbb is elmondtuk, ezekből a gyakorlatban egyébként még nem következett szinte semmi. A másik az, hogy a Kínához való közeledést szintén, hát ugye annak Németország a motorja a gazdaság terén, tehát azért Németország is ilyen szempontból Kínának az egyik legfontosabb partnere Európán belül, tehát megint csak egy ilyen érdekes felvetés ez is, miközben ugye azért az elmúlt évtizedekben jó részt CDU-s vezetés, de jobboldali vezetésű kormányok voltak, úgymond jobboldali vezetésű kormányok voltak Németországban is. Tehát azért ez egy összetett probléma, és az az érdekes, hogy ha a mantrákat nézzük, amit ez a német politikus elmondott, akkor szinte minden esetben ugyanazt halljuk, hogy adott esetben az, aki nem halad együtt az amerikai vonal, az elszigetelődött, de az a kérdés, hogy kitől szigetelődött el. Tehát sok mindenkire fogták rá, hogy az elmúlt években már hogy elszigetelődött, de ezek általában nem jelentenek semmit. Egyszerűen azt, hogy néhány nyugati ország, amely különösen jó kapcsolatot próbál ápolni az Egyesült Államokkal, nem néz olyan szépen egy adott országnak a vezetőire, de megint csak ennek gyakorlati következményei nincsenek. Éppen azért nem, mert az ilyen országoknak és az ilyen vezetőknek, ilyen politikusoknak általában nincs akkora súlya, hogy bármit tegyenek, tehát nyilván itt megint csak a németeknek a lehetőségei a macroni politika visszaszorítására is minden tekintetben Amerikától függnek. Tehát ha van is Németországban valamiféle ellenérzés azzal kapcsolatban, amit mondjuk a francia vezetés jelenleg csinál, nem tudnak ellene tenni semmit, csak hogyha Amerika jóvá hagyja, és Amerika azt támogatja, mert Németország ilyen szempontból nem önálló tényező a politikai téren. Gazdaságilag természetesen jelentős súlya van, de politikailag ez jóval kisebb ennél. Csendesen megjegyzem, hogy Helmut Kohl ilyen kijelentéseket nem tett volna. Ilyen mondatok nem hagyták volna el a száját. Tehát ez a jelenlegi német politikai vezetés gyengeségét mutatja. Tehát ezt a szöveget, ezt teljes joggal elmondhatja Amerika. Tehát de egy német az amerikai érdekeket szolgálja, hiszen minden mondat arról szól, hogy mi Amerika érdeke, hol van a német érdek. Egyetlen egy szempontból lenne logikus ez a kirohanás, abból a szempontból, hogy helyre tegye Macront, hogy nem, mi vagyunk az első számú hatalom Európában, tehát Franciaország partnerünk, szövetségesünk, az két mozdony húzza Európát, de mi vagyunk az első számú mozdony. Tehát ilyen szempontból érteném én a logikáját, hogyha Macronnak oda vág egyet, így. De ez nem arról szól alapvetően, arról szól, hogy megvédje Amerikát, azt az Amerikát, amíg nem szorul németek védelmére, hiszen ő irányítják jelen pillanatban is már, mint Amerika irányítja a németeket is. És még azt is megérteném, de nem fogadnám el, hogy fél Amerikától, és de akkor ismerje be Norbert Röttgen, hogy így beszél, mert igen, aki jelen pillanatban kidugja a fejét, azt elkezdi az amerikai fűnyíró levágni, tehát annak az európai politikusnak legyen az egy kisebb ország vezetője, vagy Magyarország, vagy legyen az egy nagyobb ország vezetője, mint Franciaország. Itt most be kell állni a sorba mindenkinek. De hát
Milyen Európáról beszélünk akkor, mikor az Európa első számú hatalma, mert mégiscsak az Németország, meghatározó politikusai így beszélnek. Ez az egyik dolog. A másik pedig az, hogy azért hadd védjen meg a németeket is, hogy nem mindenki hülye ott sem, csak gyenge. Tehát ez a politikai generáció gyenge. Például emlékezzünk csak arra a kínai viszonylat. Olaf Scholz az ősszel ugyanazt csinálta, mint Emmanuel Macron. Elment Kínába annak ellenére, hogy a külügyminisztere Baerbock úgy betámadta meg a zöldek, hogy lehet Kínába menni. Ugyanazt akarta, meg ugyanazt akarja. Tehát azt, hogy a német gazdaság versenyképessége ne gyengüljön, mert az európai vezetőhatalmak és Európa, benne Németország, Franciaország gazdasági versenyképessége azon alapult, hogy az olcsó orosz energia, ezt kilőtték, és hát a kínai kapcsolat. Ha most ez a bástya is kiomlik, vagy kiesik, akkor mi marad? Tehát teljes kiszolgáltatottság Amerikának. Tehát itt arról van szó, és egyébként itt hadd jegyezzem meg még azt, hogy a németek is azonnal elküldik a külügyminisztert most Macron után Kínába, azt az Annalena Baerbockot, aki, mint említettem az előző mondatban, ősszel neki támad Scholznak, hogy miért megy abba a Kínába, ahol az emberi jogokat, meg az ujgurokat nem tisztelik, meg stb. Egyébként ez a régi vonal, vagy ez a nem is régi, hanem mai vonal, tehát az, hogy az emberi jogok, meg minden. Tehát Ursula von der Leyen is arról beszélt, mert ő volt Macronnal ott, most Baerbockkal pedig egy időben Josep Borrell is Kínában van. Tehát miközben itt ilyenek mennek, azért csak-csak elmennek az európaiak Kínába, nem csak a franciák. Meg csak-csak üzletelnek. Meg csak-csak üzletelni akarnak, mert mindenki, senki nem akarja azt, hogy teljesen meggyengüljön. Tehát egy szó mint száz, Európa jelenlegi helyzetét, gyengeségét alapvetően azzal lehet magyarázni, hogy ilyen a politikai elitje, és nem az európai érdekeket képviseli. Tehát Európa érdeke azt kívánná, azt követelné, hogy Kínával azért legyen valamiféle kapcsolat, az egy másik kérdés, hogy ezt szabályozni kell, ezt keretek között kell tartani. Tehát én sem az amellett vagyok, hogy Kína lenyúlja Európát. Tehát Kínával is vigyázni kell, de ez nem azt jelenti, hogy nem kell vele kereskedni, nem kell vele kapcsolatokat fönntartani, főleg a jelenlegi globális világgazdaságban, ahol azért Kínára alapul nagyon sok minden. De nagyon kell vigyázni a szövetségessel, és azzal a szövetségessel, amelyiknek az az érdeke, hogy meggyengítse Németországot, meggyengítse, kezelhetővé tegye Európát, tehát itt Amerikáról beszélek, meggyengítette az orosz energia kiütésével, gyengíti minden eszközzel, még azzal is, amivel segít, hogy akkor mivel pótolja az orosz energiahordozókat, tehát az, hogyha drágán vesz Európa, drágá jut az energiához, az energiahordozókhoz, az azt jelenti, hogy az árui nem versenyképesek. De sok mindennel gyengíti, tehát Németország például előbb-utóbb az iparának egy része átköltözik Amerikába, tehát mi lesz itt? Tehát legalább fölhorgadnának, mint Macron. Az is egy érdekes kérdés, hogy tehát arról beszélünk, hogy gyengék az európai vezetők, és ugye Amerika az, amelyik dominál jelenleg az amerikai kontinensen, és nagyon kevesek mernek arról beszélni, hogy valamelyest ezen a függésen enyhíteni kellene, és ugye Macron kijelentése, és ezért tűnik most ilyen kirívónak, pedig hát ugye valójában semmi olyan extrát nem mondott, egyszerűen arról, hogy a kontinensnek kellene valamiféle stratégiai autonómia az Egyesült Államokkal szemben is. De most, ha ez megint csak egy picit eurocentrikus nézőpont, hogyha úgy tekintjük a jelenlegi világot, amelyben az Egyesült Államok korlátlanul dominál, és amelynek a szavával szembeszállni nem lehet, máskülönben az
ember vagy az ország az olyan latur államok sorsára jut, amelyeket agyon szankcionálnak, és utána majd jön az amerikai hadsereg, lebombázza őket, és egyéb más dolgok történnek, mint mondjuk a 90-es vagy 2000-es években történt. Azért a világ nagyon megváltozott azóta, nem csak Kína emelkedett fel, mert az azért már tényleg annyira látványos, hogy szerintem már senki nem tudja nem észrevenni, és ilyen szempontból érdekes az amerikai vezetőknek az általában, tehát Kínával szembeni óvatos magatartása, tehát hogy időnként bele-bele szállnak, főleg ugye Trump, de hogy azért a republikáns oldalon is, meg a demokrata oldalon is viszonylag ritkán tekintenek úgy Kínára, tehát olyan durva szavakkal azért nem beszélnek róla, mint mondjuk Oroszországról, és nem igazán világos, hogy mit akar például Washington kezdeni azzal, hogy Kína kihívóként jelent meg, tehát inkább csak így félreteszik ezt a problémát. De nem Kína az egyetlen olyan ország, ami az elmúlt évtizedekben felemelkedett. A kollégámmal, Bíró Andrással csináltunk egy elemzés sorozatot az év elején, amelyben egy sor regionális nagyhatalmat és regionális középhatalmat vizsgáltunk meg, és tényleg világszerte gyakorlatilag már tucatnyi olyan ország van, amelyik tényleg önálló politikát tud folytatni, és hogyha a gazdasági vagy demográfiai súlyát nézzük, akkor akár az Európai Uniónak, akár a nyugat távol-kelet partnereinek, mint mondjuk Japán vagy Dél-Korea, valójában meg lenne a lehetősége arra, hogy tényleg hasonló önálló hatalmi centrumként, regionális hatalomként lépjenek fel. És az a kérdés például, hogyha egyes országok mondjuk, és ugye nem csak Irán tud dacolni ezzel, de hogyha mondjuk például egy Szaúd-Arábia és meg egy Törökország is már megengedheti magának, amelyik formálisan ugyanúgy szövetségese az Egyesült Államoknak, azt, hogy adott esetben nemet mondjon, adott esetben akár durván nemet mondjon, vagy teljes egészében szembe menjen az amerikai érdekekkel, akkor a világ egykori nagyjai, akik tényleg 100 évvel ezelőtt még a kontinenseket uraltak, és ahonnan a mai elképzelések szerint is szinte az egész kultúra ered, meg minden, ami jó a Földön, ami persze nem így van, de hogy alapvetően még mindig van a nyugatnak egyfajta ilyen kisugárzása, akkor ezek az országok miért viselkednek úgy, mint akik valójában nem szövetségesei az Egyesült Államoknak, hanem aféle csatlósai, csak vazallusai. Macron említette. Igen, tehát hogy miért van ez így? Tehát miért nem tudnak ezek az országok adott esetben átlépni? Nyilván erre a kérdésre most sokféle választ lehet adni, lehet történelemfilozófiai választ adni, és akkor 100 évvel ezelőtti műre, ugye Spenglernek a Nyugatalkonya című könyvére hivatkozhatunk, ami szerintem tökéletesen megmagyaráz sok mindent, hogyha egy tágabb kontextusba akarjuk helyezni, de ez most hosszú lenne végig menni rajta, vagy beleáshatjuk magunkat egy másik, szintén óriási terjedelmes témába, amiről egyébként már mi is itt korábban beszélgettünk, ezek a különböző hálózatok, amelyek az államközi kapcsolatok alatt, mögött meghúzódnak, és amelyek összekapcsolnak bizonyos embereket és érdekköröket, és amelyek adott esetben akár egyes országok érdekeivel szembe menve is bizonyos politikákat folytatnak. Ezekről ugye rengeteget lehet olvasni, mindesetre érdekes kérdés ennek a felvetése, főleg annak tükrében, ami a világban zajlik, hogy a középhatalmak önmagukra lelnek, megtalálják a független hangjukat, és nem feltétlen jelenti ez azt, hogy egyszerűen átsorolnak egy Kína táborba, mert hát ott van például India, ott van például Brazília, akik adott esetben Kínával szemben is hajlandóak mondjuk állást foglalni. Hogyha az érdekük úgy kívánja, de től függetlenül nem soroltak be például az Egyesült Államok mögé sem. Szóval, hogyha ezt a világ átalakulást nézzük, akkor még szomorúbbnak tűnik Európának ez a helyzete, hiszen ha a 90-es években ez még azért magyarázható volt azzal, hogy volt egy unipoláris pillanat, és csak az Egyesült Államok volt a porondon, ma már ez igazából megmagyarázhatatlan, és tényleg súlyosbítja a politikai eliteknek a helyzetét, hogy csak néhány-néhány hang van, aki hajlandó ebből kibeszélni, és hajlandó például a saját országa érdekei mellett állást foglalni. Hát amiről jó sok mindent felírtál. Igen, tehát amiről most András beszélt, az magyarázza a kiinduló pontunkat is, tehát hogy Macront miért
hogy mondjam, miért lepődtünk meg annyira a mondatain, és miért örülünk, vagy legalábbis sokan örülünk annak, amit mondott, mert nem tudok másképp fogalmazni, mint a vakok közt a félszemű is király, tehát, hogy, tehát nem olyan óriási eredeti dolog az, amiről Macron beszélt, de legalább kimondta, és már ott tartunk, hogy ennek is örülünk. Tehát azért ez Európa állapotáról nagyon sok mindent elmond. És azt is, hogy kevesen veszik észre azt, hogy ahogy András is erről beszélt, hogy a világ változik. Tehát Európa, az Európa, és elsősorban a nyugat-európai elit, mert Közép-Európában még szerintem sokkal több kezdeményező készség maradt, itt nincs annyi erő, az egy másik dolog. Tehát a nyugat-európai elit gondolkodásban eltunyult. Tehát a jóléti társadalomban az amerikai védőernyő alatt valahogy elfelejtett gondolkodni, csak élni akart, és csak jól élni akart, és nem gondolt a jövőre, hiányzik belőle épp ezért, amikor kiélezett, éles helyzet van, nem csak a háborúra gondolok, hiszen a háború része a világ geopolitikai átalakulásnak, az erőviszonyok átalakulásának, a világrend változásának. Tehát ebben a helyzetben különösen kiütközik a gyengeség, a stratégiai látásmód hiánya, a víziók hiánya. Tehát akkor, amikor egy Emmanuel Macron megvillant egy kis víziót, akkor tényleg így nézünk. Tehát ez a 90-es évek nem nyugat-európai politikai nemzedékét, ha nézzük, ez teljesen mindennapos volt. Igen. Tehát Helmut Kohlnak azért volt víziója a német egyesítése, de sorolhatnám. És Margaret Thatchernek is volt víziója, hogy nem akarta a német egyesítést, vagy a franciák meg nem akarták. Ha egyáltalán van vízió, vagy valami, az akkor már de azért akkor például nem lehet azt mondani, hogy Macron mondjuk De Gaulle szintjén van, nem? Szerintem nem, de a De Gaulle-i hagyományokat azért mégis valami maradt belőle. Én nem is gondolom, hogy tudatosan követi, vagy próbálja megőrizni, hanem megmaradt belőle benne az a francia indítatás. Tehát ő azért akármilyen globalista, maradt valamennyi franciaság benne. Én így, valahogy így látom, így fogalmazom, és egyébként meg a másik az, hogy amikről itt beszéltem, stratégiai látásmód, vízió, a reálpolitikai megközelítés. Tehát a reálpolitikai megközelítés hiányzik a mostani politikai elitből. Tehát egyfajta ilyen álomvilágban leledzenek, és lemaradtak. Mindezekből következően leragadtak a múltban, tehát nem képesek megújulni. És itt nagyon-nagyon jó példa, amit András említett, hogy azért nem csak egy átalakuló világrendben nem csak helyzetbe kerülnek a középhatalmak, de nézzük meg akár a lengyeleket, nézzük meg Erdogán Törökországát, ezzel a helyzettel megpróbálnak és tudnak is élni. Tehát van olyan, megint csak mi kell hozzá, vízió kell hozzá. Egyébként nem és lehet, hogy az is vízió, amit például a balti államok csinálnak, vagy a lengyelek. Most mondtam a lengyeleket, igen. Hogy behoznék ide egy idézetet, hogy sokat változott a kapcsolatunk Magyarországgal, Ukrajna és Oroszország, Magyarországgal, Ukrajnával és Oroszországgal szembeni álláspontja miatt, ezért Magyarország helyett Romániával és a Baltikummal működünk együtt, ezt mondta a lengyel miniszterelnök Mateusz Morawiecki. Tehát végülis ez is egy vízió, és én azt látom, hogy ez is egy határozott vízió, csak nem önálló vízió, hanem ilyen tényleg gyarmati vízió, egy kicsit, mert bocsánat. Lengyelek azt mondják erre, hogy önálló, mert ugye van ez a Intermarium nevű elképzelés. Igen, tehát én is vitatkozni. Kettő vagy három tenger közötti együttműködés jelent, most leginkább ugye a Balti és a Fekete tenger közötti államoknak az együttműködését, amiben még ők ugye szeretnék azért kiharapni Beloruszt, és akkor ilyen módon egyfajta pajzsot képezni. De ez csak az Egyesült Államok felhatósága alatt, hát, tudják. Igen, nem? Tehát ennek ez az érdekessége, hogy amikor először megjelent ez, akkor még inkább Franciaországnak az égisze alatt próbálták volna ezt a cordon sanitaire-t létrehozni. Itt, aminek a célja egyértelműen az, hogy Németországot és Oroszországot elválaszza egymással. Nyilván már akkor is volt azért ebben amerikai meg angol szász érdek. Most szintén nyilván ebben amerikai érdek van. A lengyelek ezt azért nyilván a sajátjukként fogadják el, a sajátjuknak tekintik, és
úgy tekintenek rá, mint mondjuk a késő-középkori, vagy kora-újkori, ahogy tetszik, Recsposzpolita, tehát a nagyobb méretű lengyel királyság, Lengyel-Litván államszövetségnek az újjáéledésére való, újjáélesztése, új formában való, persze újjáélesztésére való lehetőség, hogy ez mennyire reális, és hogy ebből mekkora tehát lengyel stratégiai önállóság következhet, az persze megint más kérdés, azért nyilván ez jelen körülmények között csak amerikai hátszéllel tud, illetőleg angol száz hátszéllel, tehát amerikai brit hátszéllel tud működni. A célja nagyjából ugyanaz, tehát Németországot, illetve ami maradt belőle, elválasztani Oroszországtól. Hogy mi lesz ennek a jövője, ezt meglátjuk, de igen, tehát nyilván ez is egyfajta vízió az önállóság kapcsolatban, hát az valóban megkérdőjelezhető. Az utóbbi időben hajlamosak vagyunk itt, mondjuk most itt éppen Magyarországról beszélek, túl szeretni Macront, és nagyon utálni a lengyeleket. Tehát tegyük helyre a dolgokat. Macronról már beszéltünk. Most akkor a lengyelekről. A lengyelek nagyon is a saját érdekeikből indulnak ki. Tehát az elemi érdeke Lengyelországnak, hogy Lengyelország és Oroszország között itt nem csak a fóbia miatt, ez történelmi és geopolitikai adottságok, biztonságpolitikai realitások miatt is, legyen egyfajta pufferzóna. Megjegyzem, ugyanez az érdeke Oroszországnak másik oldalról, hogy közte és a NATO között legyen egy minimum semleges, de inkább hozzáhúzó réteg, egy pufferzóna. A lengyelek meg úgy gondolják, hogy minimum semleges, de inkább hozzá, tehát vagy Európához, vagy az atlanti világhoz húzzon ez a pufferzóna. Tehát ez teljesen a lengyel nemzeti érdekekből indul ki. Tehát az sem teljesen igaz, hogy akkor a lengyelek Amerika vazallusai. A lengyelek Amerika meghosszabbított keze Európában, ez egyértelmű. De, és az angol szászok. Tehát nem véletlen az, hogy egyébként a britekhez is nagyon bensőséges viszony fűzi őket az utóbbi időben. De, itt azért van egy kis csalafintaság, tehát az amerikaiak próbálják használni, és használják is a lengyeleket. Ugyanakkor a lengyelek is úgy gondolják, hogy ők is használják az amerikaiakat. Tehát a lengyel, amit most látunk, ők felülnek az amerikai hullámra, és úgy gondolják, hogy most, mert az érdek közös. Tehát jelen pillanatban az az érdek közös, amiről András is beszélt, hogy Németországot lenntartani, Oroszországot gyengíteni, mindenkit lenntartani, ez a régi történelmi lengyel érdek is. Aztán azt is tudomásul kellene venni a lengyeleknek, na és itt már teljesen igazat adok azoknak, akik szerint túlságosan közel kerülnek az Egyesült Államokhoz, hogy a térképet becsapni nem lehet. A geopolitika az volt, van és lesz, tehát marad. Tehát Lengyelország nem lesz soha Amerika szomszédja, hanem itt lesz Európában, ráadásul közép-kelet-Európában. Tehát azzal is számolnia kell Varsónak, hogy ha túlságosan közel kerül, és mindent Amerikához, és mindent Amerikára tesz fel, az visszaüthet akkor, amikor az amerikai érdekek majd azt kívánják, hogy elforduljon a csendes óceáni térség felé, vagy akár más felé, és akkor Lengyelországnak egyedül kell megoldani ezeket az ambícióit, és egyébként, amikor itt András említette a késő-középkori nagy Lengyelországot, a Lengyel-Litván Uniót, egyébként most valahol ez az álom van, legalábbis a lengyel politikai elit egyik felében, a jobboldali felében mindenképpen, és ebben ide illik bele Ukrajnának Ukrajnára valahogy kiterjeszteni a befolyást, valamiféle kvázi államszövetség, vagy valamiféle formában. Tehát, hogy visszatérjek az alapgondolatomhoz, tehát az, hogy ha Amerika nincs, akkor mi lesz Lengyelországgal? Tehát Lengyelország, mikor a túl nagy ambíciókat táplált, akkor utána azért, hát hogy mondjam, arcára esett,
és föl is osztották. Tehát erre is gondolni kell, hogy reálisan mérje föl a mozgásterét, az erejét. Még egy gondolat Lengyelországhoz. Nem véletlen az, hogy most ezt nagyon-nagyon megszenvedi ezt a mostani helyzetet a lengyel-magyar barátság. Nem csak arról van szó, hogy a lengyeleknek nem tetszik Magyarországnak a politikája, hogy ők úgy gondolják, hogy túlságosan közel vagyunk Oroszországhoz, és nem eléggé közel Ukrajnához. Most ebben nem menjünk bele, hogy ez mennyire igaz, mennyire nem igaz. Szerintem így nem igaz. Hanem arról is szó van, hogy Magyarországnak sem okvetlenül tetszik az, hogy épül egy lengyel-román híd kelet-európai bástya, vagy hát a NATO keleti szárnyán ilyen bástya, ami átnyúlik fölöttünk. Hát hadd ne örüljünk már annak, hogy mi ebben nem vagyunk benne, tehát hogy itt a térség két erősödő országa más politikát folytat, mint Magyarország. Ez nekünk nem jó. És egyébként pedig azt is ki kell mondanunk, hogy ami jó, vagy logikus a lengyel, vagy logikus lehet akár a lengyel nemzeti érdek szempontjából, az nem okvetlenül jó, és itt már nem Magyarországról beszélek csak, nem okvetlenül jó Európának. Tehát ez Európa stabilitását, biztonságát gyengíti, véleményem szerint. Az a paradox helyzet állt elő, hogy itt jelen pillanatban van három európai elképzelés, három európai központ. Beszéltünk a franciáról, az ambícióiról, és hát ezt most még egyszer nem mondjuk el, hogy körülbelül mit, amit Macron elmondott. Ne felejtsük el, hogy ott van továbbra is a német. A német és a francia elképzelések nem állnak túlságosan távol egymástól. Tehát az, hogy most a két mozdony közül melyik legyen az első. Tehát ez az egyik, persze van még apróság. És ott van új európai elképzelésként ez a lengyel középhatalmi, vagy más szóval kisbirodalmi elképzelés, ami hogy a paradox helyzet, hogy e három Európa kép közül most ezer éves történelmi kapcsolat ide vagy oda, a lengyel áll legtávolabb a magyar érdekektől, és a lengyel rejti magában legalábbis a legtöbb veszélyt, a legnagyobb veszélyt Európa biztonságára, stabilitására. Sokat beszéltünk itt is már arról, hogy Ukrajna, és ezt most itt a lengyel ambíciókba ágyazom bele, Ukrajna, illetőleg ez a kiterjedten, nevezzük ezt így lengyel középhatalmi kis birodalmi álomnak, ez kihívás lesz Európa számára, ez megosztja Európát. És abban a pillanatban, amikor az Egyesült Államok nem lesz a lengyelek mellett, akkor azért németek sem fogják elfelejteni, hogy most mit kaptak a lengyelektől, ilyen-olyan kisebb-nagyobb pofonokat, tehát még visszakaphatják, de ez összességében nem erősíti Európa biztonságát, ez a belső törésvonalakat mélyíti. És ebben érdekelt akarva akaratlanul Ukrajna is, tehát mert azért azzal is számoljunk, hogy a lengyelek mindenképpen az ő erejüket növelné, hogy behúzzák Ukrajnát valamilyen formába, akár az EU-ban, NATO-ba, akár egy lengyel ukrán kvázi vagy nem kvázi államszövetségbe. Tehát azért itt különböző Európa képekről van szó, és ezekhez kell viszonyulnunk. És azt kell megnézni még, hogy Európának ebben a helyzetben, tehát melyik a reálisabb a három fölvázolt Európa kép közül, és egyáltalán mi a mozgástere. És itt elsősorban először Amerikával szemben, és egyébként pedig Kínával szemben, Oroszországgal szemben, melyikkel milyen kapcsolatot kell építenie ahhoz, hogy erős Európa legyen, mert azért gondolom itt, akik az asztalnál ülnek, azok valahogy erős Európát szeretnének. Meg hát igen, Gábor jól mutatott rá arra, hogy nekünk ez a jelenlegi lengyel elképzelés nem feltétlenül érdekünk, tehát ha Európán belül természetesen nagyon sok kérdésben
azonos, vagy legalábbis hasonló az álláspontunk a lengyelekkel, és ez az elmúlt években ez látszódott is. Akkor most ebben a nagyobb, tehát globális mértékű, geopolitikai jellegű kérdésben nyilván más álláspontot foglalunk el. Azt látható, hogy Lengyelország terve gyakorlatilag egy határvonalat húz Európa keleti felén, egy nagyon éles határvonalat, egyfajta, mondhatni akár új vasfüggönyt is, tehát valamit, ami egy pajzsfalként próbál funkcionálni, ugye Oroszország és általában mindenfajta keleti veszéllyel szemben, ennek ugye történelmi hagyománya is vannak, és erre is épül, meg természetesen a lengyel nagyhatalmi történetre és hagyományokra is próbál építeni, és ugye különböző hát nyugati geopolitikai elképzelésekre is, és ugye ezt, ahogy az előbb kifejtettük, nem kis részben ennek az a célja, hogy Európát, elsősorban Németországot persze, és Oroszországot egymástól elválassza, ami megint csak hát főleg Amerikának az érdeke. És nekünk viszont ez az elválasztás, ez a határvonal nem az érdekünk, tehát Magyarországnak az az érdeke, hogy pragmatikus alapokon tudjon együttműködni minden olyan nagyhatalommal, amelyik a térségben valamennyire érdekelt, és akár közelebbi, mint mondjuk Németország, Törökország vagy Oroszország, akár távolabbi, mint Kína, vagy akár az Egyesült Államok is. És ez a fajta egyensúly, kedvező egyensúly az, ami ugye most nagyon megbomlott, a lengyelek ebből próbálnak hasznot húzni, de számunkra az a baj, hogy ez a fajta elzárkózás, tehát ez a fajta határhúzás, ez tehát hasonló állapothoz vezethet, mint ami mondjuk volt a hidegháború idején, amikor ilyen határország és vasfüggöny ország voltunk, csak most a másik oldalán lennénk ilyen esetben ennek a vasfüggönynek, de hogy nem feltétlenül, tehát nem tudná az ország az adottságaiból fakadó lehetőségeket teljes mértékben kihasználni, hiszen láthatjuk azt, hogy ezeken a kapcsolódásokon keresztül, amelyek a keletet és nyugatot összekötik, Magyarország tudott nyerni, és tudna nyerni a jövőben is, főleg tekintettel azokra a nagyszabású tervekre, amelyeket ugye Kína is az elmúlt években képviselt, amelyeknek nyilván az a fő cél, hogy Nyugat-Európa gazdasági kapacitását összekössék Kína gazdasági kapacitásával. Ez nagy lehetőséget jelent egyébként minden országnak ezen az útvonalon, és Magyarország is ezen az útvonalon fekszik, és ezek az elképzelések, tehát ezek az új hidegháborúra vonatkozó elképzelések, ezeket torpedózzák meg. Arról nem is beszélve, hogy például ugye mondjuk az energiabiztonságunkat is rosszul érinti, hogyha a fő ellátási útvonalainkból hosszabb távon is frontot csinálnak, ugye most nyilván persze az oroszok kezdték ezt a jelenlegi háborút, de hogyha ezt tartósan fenntartják, és az a cél, az a terv, hogy ez tartósan fennmaradjon, ez az ellenségeskedés, ebben a régióban, akkor ez nyilván számunkra nem kifizetődő, ez nekünk nem az érdekünk. Abszolút így van, és még egy dolog, hogy amikor megvédtem Lengyelországot, hogy a saját érdekeiből indul ki, akkor azt is hozzá kell tennem, hogy amit most már András mondott itt az utóbbi percekben, ez egyre inkább kirajzolódóan az van, és egyetértek vele, hogy ez már alapvetően amerikai érdek. Tehát amerikai érdek az, hogy egész Európa kezes bárány legyen, ez nekünk nem érdekünk, tehát vasfüggöny fölhúzása, Oroszország elszigetelése, ez inkább az amerikai érdek, mert hosszú középtávon már a lengyeleknek se lehet okvetlenül jó, de az egész Európának nem. És akkor itt van az, hogy Európa mozgástereit szűkül, és hát nekünk gazdasági értelemben nagyon erősen kötődünk, ezért ahhoz kell csatlakozni, annak kell drukkolnunk, hogy a németek azért teljesen ne omoljanak össze, tehát hogy a német elképzeléseik is tudjanak érvényesülni, és egyébként pedig a stratégiai víziókat tekintve pedig Európa jövőjéről, tehát nagyon közel áll
a magyar elképzelése Macron által jelen pillanatban elmondottakhoz. Tehát tényleg az új hidegháború, a megosztottság, az Magyarország mozgásterét csökkenti, szűkíti. Hát bizonyára sokat fogunk még erről beszélni, hiszen a szemünk előtt zajlanak ezek az események. Ez volt a Moszkva tér mai adása. Stier Gábornak és Kosztor Andrásnak köszönöm szépen a részvételt.